Üdvözlöm a Domba TV nézőit, Önök Közelkép című aktuális műsorunkat látják. Mai vendégünk a Dombóvári I. és Gyula Gimnázium igazgatóhelyettese Bódog Zoltán. Köszöntöm a stúdióban. Akkor talán kezdjük az elején. Mikor fogalmazódott meg Önben, hogy tanári pályára lép? Hát igazából csak a gimnázium folyamán történt ez. Azt határozta meg, hogy mit szerettem, mivel szerettem foglalkozni, történelme és földrajzzal. Még általános iskolánkban is rengeteg könyvet olvastam, szinte minden, ami a városi könyvtáron megtalálható volt, elolvastam. És hát ez a két tárgy a gimnáziumban is kiválasztott tárgy lett, nem utolsó sorban dr. Berta Bálint osztályfőnököm hatására, és az határozta meg a pályaválasztásomat, hogy ezzel a két tárgyal sok mindent nem lehetett kezdeni. Tehát adódott a tanári pálya, hogy aki ezzel a két tárgyal foglalkozik, az tanár lesz. Tehát így adódott ez a lehetőség. Kicsit akkor pontosabban a tanulmányairól, hol végezte a főiskolát, egyetemet? Egyetemet Debrecenben végeztem, mivel abban az időben az egész országban csak egy helyen volt ez a képzés történelmi földrajz szak, tehát kénytelen voltam oda menni, ilyen nagyon messze, de hát ez így adódott. Pontosan hány éve tapossa a tanári pályát, és mióta igazgatóhelyettese a gimnáziumnak? Hát 1977. szeptember 1-én kezdtem itt, abban az időben még kollégiumi nevelőtanárként, aztán átkerültem a gimnáziumba, főállásba, és 96. január 1-től vagyok igazgatóhelyettes. Akkor a sportiskola a gimnáziumhoz került, és ennek a vezetésével bíztak meg. Ja, amellett, hogy igazgatóhelyettese az iskolának, tanít is még jelenleg is? Hát ezt kötelező, van 4 óra, kötelező órája egy igazgatóhelyettesnek is. Jelenleg is tanítok, most 6 órában ebbe fél évbe, ebbe az évben. Nem tudom, hogy fel tudja idézni, de pontosan mit mondott, hogy hány éve igazgatóhelyettes? Hát 96. január 1, tehát az azt jelenti, hogy 20 éve. Igen. Ebben az időszakban fel tudja idézni, hogy körülbelül hány osztálya volt, és hogy az osztályaival egyébként tartja, vagy a diákjaival a kapcsolatot? Hát osztályfőnök a 3 osztálynak voltam, és hát amellett rengeteg osztályt tanítottam. Hát volt olyan időszak, amikor filozófiát is tanítottam, akkor minden osztályt, minden végzős osztályt tanítottam, tehát akkor minden diákot ismertem. Ma csak egy-két osztályt tanítok, csak egy évfolyamból. Hát a kapcsolatot saját osztályaimmal nyilván nagyon szorosan tartom, rendszeresek az érettségi találkozókon, most októberben lesz egy osztályomnak találkozója, de a többi osztály, ha meghív találkozójukra, akkor is szívesen elmegyek. Esetleg tud említeni egy olyan tanítványát, akire büszke? Hát Erdély Tamás, aki tanítványom volt, osztályfőnöke voltam, és hát Földrajz OKTV-n országos első helyezést ért el még 1994-ben, ha jól emlékszem, tehát még harmadikosként. Ő azóta a gimnáziumunk egyik megbecsült tanára. Ez egy érdekes kérdés lesz, milyen igazgatóhelyettesnek lenni, milyen felelősséggel jár, és milyen tapasztalatokat gyűjtött az évek folyamán? Hát most ugye elsősorban az iskola napi működésért vagyok felelős, tehát az, hogy órák rendesen meg legyenek tartva, helyettesítések, versenyeket irányítom. Hát nem egyszerű dolog, ez az új kerettantervi rendszer, és hát a rengeteg bevezetett óra nagyon megnehezíti ezt. Tehát van, amikor azt kell mondjam, szinte lehetetlen helyzetek adódnak, például mindennapos testneveléssel, tehát nincs gimnázium sajnos erre felkészülve, hogy ennyi gyermeknek például mindennapos testnevelése meglegyen, és hát a rengeteg óra, a csoportbontások, amit nagyon nehéz berakni, de hát igazából én a diákokat jobban sajnálom, én készítem az órarendet is, szinte minden nap 8 órájuk van. Hát ez számomra a legnagyobb probléma, hogy hogyan is tudom ezt megcsinálni, és a gyerekeknek ez mit jelenthet.
Milyen fontosabb élményt tud felidézni ebből az elmúlt több évtizedes időszakból? Hát, mit mondjak erre? Nagyon sok dolgot tudnék mondani, hiszen jó ideig irányítottam a diákmozgalmat, tehát a fiatalok munkáit, rengeteg rendezvényen vettünk részt, versenyeken szerepeltünk, abban az időben sokkal több közösségi program volt, még ez a 70-es, 80-as évek, ez rengeteg élményt jelentett. Hát nagyon sok élmény számomra még az, hogy kikkel taníthattam együtt. Nagyon sok tanáregyeniség volt, akik hát, jó kollégáim, barátaim lettek. Szerintem az egyik legnagyobb élmény, hogy velük együtt dolgozhattam. Megemlítenek közülük pára? Hát Berta Bálint nevét, Freller Miklós, Szőke tanár úr, Szőke tanárné, Takács Istvánné nevét, de nagyon sokat tudnék még említeni, tényleg. Ugye sportvezetőként egyesületek irányításában és az úszásoktatás szervezésében is közreműködik. Hogyan tud ennyi mindennel egyszerre foglalkozni és ennyi mindenre figyelni? Ez már múlt idő, mert 96-tól 2007-ig működött a sportiskola, azóta már ezen nem foglalkozom. Tehát akkor hát össze kellett egyeztetni, amiből inkább az volt a probléma, hogy délután voltak ugye edzések, tehát az úszás edzések és rengeteg hétvége versenyeket jelentett. Volt olyan év, hogy 35-40 versenyre jártam én is, mint egyesületi vezető, hát elkísértem nyilván a tanulmányaim. Hát ez nagyon nagy igénybevételt jelentett, hát ezt vállaltam annak idején. Hogyan jött a lehetőség, hogy a sportiskola vezetője lesz? Hát oka az volt, hogy a Gárdonyi iskola egyházi fenntartásba került, és ekkor nem tudom miért a önkormányzat úgy döntött, hogy gimnázium vegye át a sportiskola irányítását, és hát akkor kerestek meg az iskola vezetés részéről, hogy elvállalnám-e ennek az irányítását. Nem igazán tudtam ez mivel jár együtt, de úgy gondoltam, hogy el kell váljam, hiszen ez egy felemelkedési lehetőség volt, tehát ez jelentette nekem a felemelkedést. Az úszás oktatásban vállalt munkájáról egy picit beszélne? Hát én nem oktattam, én csak az egyesületet vezettem, tartottam a kapcsolatot az edzőkkel, illetve hát magának az egyesületnek a működését szerveztem. Tehát én csak irányító feladatokat láttam el. Ugye a közoktatás fejlesztésében is tett lépéseket, erőfeszítéseket, mit kell erről tudnunk? Hát igazából korábban voltam néhány évig szaktanácsadói szakfelügyelőnek hívták abba az időbe, tehát ebben vállaltam inkább részt. Hát most pedig hát az iskola vezetésen belül vállalok ilyen feladatokat, tehát nagyobb megyei vagy országos feladatokban már nem veszek részt. De ezek milyen feladatok egyébként? Tehát most ugye az új kerettantervi rendszer bevezetése, akkor most életbe lép az önértékelési rendszer, illetve a pedagógus minősítési rendszer, hát ebbe kell bekapcsolódni. Egy utolsó, de fontos kérdés, hogy a szeptember 1-én a megyei ünnepi közgyűlésen kitüntetésben részesült, pontosabban a Tolna megyei kiváló közalkalmazottja díjával térhetett haza. Ez mit jelent önnek? Hát úgy gondolom, hogy egyfajta elismerés, illetve nagyon nagy elismerést, hiszen rengeteg közalkalmazott van a megyében, és közülük kiemeltek. Négyen kaptunk összesen, tehát ezt én úgy értékelem, hogy ez egy nagyon nagy kitüntetés, amit sajnos nem mindenki kaphat meg, pedig hát véleményem szerint nagyon sok kiváló közalkalmazott van, akik megérdemelnék ezt a kitüntetést. Tehát számomra ez egy külön dicsőség, egy nagyon nagy dicsőség. Hát akkor gratulálunk ehhez a kitüntetéshez, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. A nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!